Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom mai sajtótájékoztatóján, amelyre azért kerül sor, mert rendkívüli események árnyékolják be a választásokat, hiszen Erdélyből kaptunk híreket, ami szerint egy zsákot találtak magyarországi szavazólapokkal, és ezeken a szavazólapokon többek között a Mi Hazánkra leadott szavazatok voltak láthatóak. Mivel szkeptikusak vagyunk, és hát el tudjuk képzelni a baloldalról, balliberális oldalról, a román titkosszolgálatról, a Fideszről is azt, hogy akár egy ilyen ügy mögött állnak. A Mi Hazánk Mozgalom az alakulása óta bármilyen üggyel kapcsolatban mindig az igazságot szerette volna feltárni. Éppen ezért a helyszínre utazott Balde Gyula, a Mi Hazánk Mozgalom Bács-Kiskun megyei 4-es számú választókerületének képviselőjelöltje, és egyben az elnöke. Azért ő, mert Marosvásárhelyen született, gyakorlatilag tökéletesen beszéli a román nyelvet, ezért utazott a helyszínre tájékozódni, és most érkezett vissza, úgyhogy el is mondja a friss tapasztalatait. Igen, csütörtök délután döntött az elnökség, hogy utazzak ki a helyszínre, tájékozódjak, hogy ezek az ívek, amiket ott megtalált egy lakos, aki értesített egy újságírót, aki hívta a rendőrséget. Megérkeztem csütörtökön éjszaka, pénteken reggel már rendőrségi elérhetőségem volt, aki az üggyel foglalkozik. Mikor fölhívtam, jelezte, hogy már előtte egy nappal az ügyészség elrendelte a büntető eljárást, így ő már nem tudja ezeket nekem megmutatni, csak ügyészi engedéllyel, így átmentem az ügyészségre. Ott lepattintottak avval, hogy akkor tegyem le írásban, én meg hogy ki vagyok én, és hogy képviselem, bemutattam a pártigazgató által aláírt, már románul megfogalmazott meghatalmazásomat. Elmentem egy jogász baráthoz, megírtuk a büntető feljelentést a Mi Hazánk Mozgalom nevébe és saját nevemben is mind érintett képviselőjelölt. Ez 11 órakor sikerült le is adni az ügyészségen, ezzel a következő válasz az volt, hogy hát majd kap egy választ, akkor én kijelöltettem azt, hogy ma, ahogyis pénteken kapjak erre választ. Ezt 2 óra után meg is kaptam egy elutasító választ, aminek véleményem szerint politikai nyomásra és sugallatra lett kiállítva, vagyis hogy az elutasításnak az volt a lényege, hogy a Mi Hazánk Mozgalom és én, mint képviselőjelölt, nem vagyunk érintettek közvetlen az ügyben, ami ebben büntetőjárás folyik jelenleg. Így 2 órakor már nem tudtam még egyszer elmenni barátomhoz, hogy megírjuk a fellebbezést. Így nem sikerült iratbetekintést nyernem a rendőrségen. Nekem az volt és a pártnak a véleménye, hogy ha látjuk ezeket az íveket, akkor ott el tudom dönteni, hogy ezek az ívek eredetiek, és akkor esetleg kiáll mögötte, vagy hogy ezek fénymásolt ívek, akkor természetesen ez egy provokáció volt. Elmentem a helyszínre, ahol ezek a zsákokat találta és foglalta le a rendőrség. Ott helyszínen tájékozottam, pár fotót készítettem, és ezzel úgymond tovább nem tudtam lépni az ügyben. A konklúzió, ami az Hazánk Mozgalom véleménye szerint az, hogy a román hatóságok ezzel akadályozzák az ügy felderítését, azt nem fogadjuk el, hogy a Mi Hazánk Mozgalom nem érintett közvetlenül az ügyben, hiszen az újságokban, a román újságokban megjelent képek alapján egyértelműen a Mi Hazánkra leadott szavazatokat is tartalmaztak ezek az ívek, illetve szavazólapok. Éppen ezért konkrét eredménnyel nem zárult a helyszíni tájékoztatásunk, viszont az egyértelművé vált, hogy valamilyen módon a politika által motivált ügyről van szó, és hát nem engedték az egyértelmű és tiszta feltárását ennek az ügynek. Ez semmiképpen nem jó jel, így aztán továbbra is fönntartjuk azt a véleményünket, hogy ez lehet akár balliberális oldalról provokáció, akár még a román titkosszolgálattal, hatósággal együttműködve is, és lehet akár természetesen a Fidesz részéről is, hiszen itt ellenzéki szavazatokról volt szó. Egy biztos, hogy a Mi Hazánk Mozgalom tiszta lapokkal játszik, és a választásokon, a holnapi napon mindenhol az egész országban figyelni fogjuk a választások
menetét. Ezzel kapcsolatban egyébként az EBSZ választási megfigyelői megkeresték a Mi Hazánk mozgalmat, hiszen ahogy az a héten megjelent a sajtóban és a Facebook beavatkozott a magyarországi választásokba, ugyanúgy, mint az európai parlamenti választások előtt, most a párt a Mi Hazánk mozgalom oldalát törölték, erről kértek információkat tőlünk az EBSZ megfigyelők, ezeket eljuttattuk. Tehát minden okunk megvan arra, hogy óvatosak, éberek legyünk, ezért az ország valamennyi választókerületében szavazatszámlálókat delegált a Mi Hazánk mozgalom. Összesen 2500 szavazatszámlálónk lesz holnap az egész országban, tehát árgus szemekkel figyeljük a választási esetleges csalásokat, illetve mobil csapataink autókkal és mikrobuszokkal járják az egész országot, kamerákkal felszerelkezve, hogyha bárhol, akár láncszavazásra, vagy akár szervezett utaztatásra utaló jeleket fogunk látni, azokat is rögzíteni fogjuk. Ezért azt gondoljuk, hogy nyugodtan mindenki bátran elmehet szavazni, mert hogyha bárki csalni próbál, akkor mi azt fel fogjuk deríteni. Nagyon szépen köszönjük, ha van kérdés, akkor arra örömmel válaszolunk.